Szekszárd városának idei költségvetését a közgyűlés legutóbb március 11-én tárgyalta. Akkor a felek a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapatának szánt támogatások mértékében nem tudtak megegyezni. Ezúttal megszületett a megállapodás, így életbe léphet a büdzsé. A költségvetési főösszeg az 11 milliárd 10 millió forintba alakult. A közhatalmi bevételek azok 4 milliárd 215 millió forint. A intézményi kiadás az 2 milliárd 500 millió forint, és a városüzemeltetés is kapott a költségvetésből 900 millió forintot. A Szekszárdi Sportközpont 285, a Babits Mihály Kulturális Központ 377 millió forintot kapott, ebből 90 millió forint jut a nagy rendezvények támogatására. A volántartozások kezelése is problémát okozott Szekszárd számára. Rendeztük a dolgainkat 2018-19-20-at, és most a 2021-et az idei évben összességében 657 millió forint tartozás rendezés van betervezve, ebből 227 millió forint már ki lett fizetve, így maradt a 2022 évi 257 millió forint, és a 2024-es előleg, mert a 2023-as költség is, a 200 millió forint az is már teljes egészében ki lett fizetve. Máté Péter önkormányzati képviselő szerint a büdzsének sokkal korábban életbe kellett volna lépnie. Így a KSC megkaphatja a 40 millió forint sporttámogatást, a UFC megkaphatja a 7 millió forint támogatást, és a Fekete Gólyák Kézilabda Egyesület megkaphatja a 3 millió forint támogatását. Tehát így ez most az Oksi Bizottságnak keretén kívül, azon kívül még ez 50 millió forint sporttámogatás. Azon kívül még egyébként vannak teremhasználatok, amik a sportközponttal mennek. Tehát én úgy gondolom, hogy támogatjuk a sportot is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy véli, hogy kemény munkával és szigorú gazdálkodással a költségvetést be fogja tudni tartani a város, így 2025-ben majd teherementesen, nyugodtabban tervezhetnek.